Orosz autómárka. Vobjeda. Egyszerűbb. Moszkvics. A Moszkvics plusz kulcs luxus szükséglet. De ez lehet, hogy nem orosz. Én nem tudok orosz. Moszkvics szerintem az orosz. Lada. Ez a jelenleg kapható legpuccosabb Lada, ami egyben a legdrágább is. Lada Vesta, Esvék Rossz. Modern szellemű orosz barátunk az alapszedán Lada Vesta kombi kiadásának enyhébb terepre is szánt változata, melynek ára 4.250.000-től indul és 4.750.000-ig ér. Az olcsó autók között ugye Dacia Lada, a Cross Vesta drágábbnak számít, de ahhoz képest, amit nyújt, annyira nem elrugaszkodott az ára. Van 2 milliótól induló Lada is, úgy hívják Granta. De a két autót nem lehet egy lapon említeni. Kis pénz, kis foci. Megerősített futómű, szélesebb nyomtáv, megemelt 203 mm-es hasmagasság, vagyis nem fog zavarba jönni, hogyha kimegyünk horgászni. Még akkor sem, hogyha a vízpart nagyon elbújt a dombok mögött. De a Vesta Cross nem terepjáró. Azt házon belül 4x4-nek hívják, ami bármilyen elvetemült körülmények közül kihozza a TSL-nököt. Nagyon könnyű vezetni, tágas, kellemes és kényelmes. Érezni a Renault hatást, ami egyébként jót tett a Ladának. Valahol olvastam, hogy nagyon zajos a Vesta Cross. Hát én inkább csendesnek mondanám, mint zajosnak. Valahol azt is olvastam, hogy a váltója szörnyű. Szerintem a rossz az nem ilyen, tehát ez jó. Granta, Kalina, 4x4 Vesta, az új Ladák, melyek közül a Vesta hordozza magában az új irányt, és amelyből van kombi, terepkombi és szedán. Műanyag védőelemekkel alaposan körberakott barátunk, méreteit tekintve ugyanakkora, mint a szedán, és a csomagtartója sem lett nagyobb, de a szedáné sem volt kicsi. Amit elvárnánk, hogy beleférjen, az belefér. 480 liter. Ami az extrákat illeti, Vesta Crossból két férét találunk, lux és komfort kivitelt. A luxban a hátsó üléssor fűtésétől a tolatókameráig minden benne van, amitől szebb lehet az életünk. Ami a motorkínálatot illeti, sokat nem érdemes azon gondolkodni, hogy miért válasszunk, mert csak egyféle van. És mindjárt megjelenik mellettem motorspecialistánk, és elmondja a tutit. 1.6 szívó benzin, 16 szelep, 105 ló, teljesen jó az autó, egy kicsit nyomaték szegény. Ezzel a manuális váltóval olyan 8 liter körül fogyaszt, robotizált automatával valamivel kevesebbet. Egyébként az összes Ladában ez az 1.6-os motor van, állítólag Oroszországban van egy 8-as is. Legalábbis volt olyan ember, akinek a haverja már látta. Ezt is hozzátegyem? Nem. Nulláról 100-ra 12-13 másodperc, a végsebessége pedig 180. Átlagosnak mondható. Így van? Így. Úgy. A Ladás búgó géphang már korán sem annyira zavaró, mint régebben volt. Ennek a Ladának már nem sok köze van a nosztalgikus kötődéshez. A szervíz költsége a Ladáknak milyen? Szerintem olcsó, Ladás, mint régen. Nem akarom az egekig magasztalni, de arázni sem lenne tisztességes. Inkább azt mondanám, hogy a Lada jó úton halad. És nem tudnám kiröhögni azt, aki egy ilyet vezet.